Aki a napokban az Icsiliget környékén sétált, már kaphatott egy kis ízelítőt abból, hogy néz majd ki a belváros az adventben, és láthatta a Kori új pályáját is, melynek közel egy hete tart már az építése. A korábbi évekhez képest az összefüggő jégfelületet biztosító részt a belvároshoz közelebb építették fel. A Kori Liget pályája pedig ebben az évben kiegészül majd egy 100 méter hosszú, két és fél méter széles jégfolyosóval is. Ahogy látszik, a pályarajz az teljesen más lesz, mint az eddig megszokottak. Ugye erre a zenepavilon idén nem lesz benne a jégpályába, ellenben lesz az összefüggő területhez egy folyosó jellegű rész is. De nem csak a pályarajza, gépészet is új lesz idén a Koriligetben, mely ha beváltja a hozzáfűzött reményeket, jobb minőségű jeget biztosít majd a korcsolyázás szerelmeseinek, akár enyhébb idő esetén is. A Koriliget tanítási napokon reggel 8 és este 8 óra között, míg hétvégén és a téli szünetben délelőtt 10 és este 8 óra között várja majd a sportolni és mozogni vágyókat. A jégpálya nagysága miatt délután 2 és 3 óra között pályakarban tartás lesz minden nap délelőtt és délutáni nyitvatartásunk lesz, közte kell, hogy legyen egy egyórás technikai szünet, amikor jégfelújítást kell, hogy csináljunk. Ez elsősorban az új technológiának köszönhető, nem lesz olyan vastag az ég, mint az előző évekbe. A ligetben idén is lesz korcsolya körcsönzési lehetőség a szolgáltatások közt, de működik majd értékmegőrző és büfé is. A pontos belépési díjakról még a héten tájékoztatást ad majd a Városgondnokság a város különböző kommunikációs felületein, azonban a szervezet tovis és diákcsoportok számára marad majd a délelőttökre szóló 200 forint per fős belépési díj.